tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd az öveket és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, illetve a tilos.hu-n, benne pedig a Szokol Ébresztő című műsor. Felvételről jelentkezünk, az én nevem Dr. MZ Perix, vagyis Vince Miklós, és ismét itt van velem Várhegyi Zsolt, aki bizony aerospace engineer, amit még mindig nem találtunk, hogy hogy van magyarul, de mondjuk, hogy űrtervező mérnök. Most meg is történészkedünk, na de űrtörténészkedünk, és hát folytatjuk azt a sorozatunkat, amit két hete kezdtünk el, ami konkrétan az 55 évvel ezelőtti tragikus Szajuz 1 űrrepülésnek a taglalása, nagyon részletesen. Ugye az történt, hogy 1967 áprilisában Vlagyimir Komarov egy több szempontból is problémás űrrepülésen vett részt, amiben a végén bele is halt, de eddig még nem jutottunk el, tehát az archívumból visszahallgatható a múltkori adás, és ott hagytuk el hőseinket, hogy a földi irányítás és Komarov együtt mindent megtesznek azért, hogy visszahozzák az űrhajót, a rendetlenkedő űrhajót a föld körüli pályáról, és egy ideig úgy tűnik, hogy ez akár sikerülhet is, de érdekes, hogy bár időben közel járunk már a repülés végéhez, de lényegében most jön csak a java. Ott tartottunk, hogy úgy tűnik, hogy akár vissza is jöhet Komarov, aki ilyenkor már több mint egy napja fönt van az űrben. Mindenféle probléma volt az űrhajóval, ezt most nem fogjuk részletezni, tessék visszahallgatni az archívumban, vagy a szokolébresztő.hu felé közelítve az interneten. És hát nézzük, Vlagyimir Komarov földkörüli pályán a föld hívójele zárja, mint mindig, ami hajnalt jelent oroszul, és Komarov rádióhívójele Rubin, egy hajtómű begyújtást tervezgetnek, és hát akkor Komarov bejelentkezett. Azt mondja, zárja 10 itt Rubin, a hajtómű 146 másodpercig működött. Minden névleges, az azt jelenti, hogy minden tervek szerint van. A középső székben ülök, biztonsági öv becsatolva. Ez a gyújtás, ami 146 másodpercig ment, ez ugye maga a fékező gyújtás volt, tehát úgy is mondhatjuk, hogy Komarov úgy tűnt, hogy sikeresen el fogja hagyni a földkörüli pályát, minden esély ellenére akár még megmentető a küldetés, legalább annyiban, hogy megmentető az űrhajós. És a felvételek alapján még egyszer szemben azzal, amit nyugati híresztelésekből lehetett olvasni, egy higgadt hangú Komarovot mutatnak a felvételek, iskola példája volt a nyugodtságnak. Azt mondja a földi kommunikátor, aki a leíratban Zarya 10 néven szerepel, akkor most a modulok szeparációjára vár, hogy mi is a hőmérsékletszenzorok aktiválódtak, Zarya vétel. Mire Komarov? Aktiválódtak. Ne aggódjon. Mire a föld, vagyis Zarya 10 azt mondja, értettem, most már megnyugodtunk. Hogy érzi magát, hogy van, Zarya vétel? Mire Komarov? Remekül érzem magam, minden rendben van. Zarya 10. Értettem. Itt az elvtársak azt javasolják önnek, hogy vegye mély lélegzeteket, várjuk a földetérést, itt zárja a vétel. Mire Komarov? Köszönet mindenkinek. Szeparáció. Igen, az ugye a loss of signal, tehát az, amikor már onnantól már nem jött át semmi. A föld még azt mondta, hogy Rubin, itt zárja, értettem, szeparáció megtörtént. Ugye ez a szeparáció, ez egy nagyon fontos dolog. Mondtuk, hogy a légkörbe lépés előtt meg kell történnie a szétválásnak. Enélkül bizony nagy bajba kerülne a visszatérő szajuszkabin, mondjuk ha nem válna le a végéről a műszaki egység. Később volt is ilyen, majd biztos arról is beszélünk egy adásban, de itt ez speciál működött. Egy pillanatra megint úgy tűnhetett, hogy az űrhajó azt csinálja, amit kell. Így van. Viszont ez a töredékes üzenet, hogy a modulok elválása sikeresen megtörtént, ezek voltak Komarov utolsó szavai, amiket bárki is hallott tőle ezen a földön. A földi állomások közben nézték a telemetria adatokat, és kimutatták, hogy ténylegesen megtörtént az a főhajtómű begyújtás, és a begyújtás épp elegendő ideig zajlott ahhoz, hogy a Szojusz ténylegesen lehozza a földre. Körülbelül 15 perccel ezután a jevpatóriai földi állomás kapott egy különös vészjelzést a telemetrián, a bajoslatú vészhelyzet 2 jelzéssel.
Boris Rauschenbach, aki egy szenior mérnök volt, és egyébként az összes ilyen szabályzórendszer fejlesztését fogta össze, összeszedte magát, és elmagyarázta a csapatnak, hogy ne aggódjanak. Az egy olyan vészjelzés, amit vártak is, hogy bekövetkezik, mert az aszimmetrikus tömegeloszlás miatt, mivel a baloldali napelem nem nyílt ki, az orientációs rendszer nem tudta egy kívánt szögön belül tartani az űrhajónak az orientációját, így balisztikus pályán fog bejönni az űrhajó, viszont ezt várták is. Minden egyéb paraméter viszont bőven a kívánt határokon belül volt egy sikeres visszatéréshez. Tulajdonképpen ez mutatta azt, hogy a Soyuz ilyen szempontból mennyire robusztus konstrukció, hogy ennyi nehézség mellett is remekül teljesített, és végre tudott az űrhajós hajtani egy atmoszférikus visszatérést. És ugye persze ilyenkor ugye az van, hogy nincs rádiókapcsolat, hogy mondtuk, tehát megtörtént a gyújtás, arról még lejött a telemetria, hogy lassul az űrhajó, ez gyakorlatilag Doppler eltolódásból szokták kiszámolni, hogy van valami vívőjel, aminek a frekvenciája csökken, ebből le tudni, hogy az űrhajó lassul, tehát megkezdődött a lelassulás, de aztán ugye pontosan ugye olyan területek fölött zajlik a visszatérés nagy része, ahol a Szovjetuniónak nem volt követőállomása, és ráadásul eleve ott van a légköri ionizáció, ami azt jelenti, hogy a forró plazma az leárnyékolja a rádióhullámokat, ezért aztán nincs kapcsolat az űrhajóval. Úgyhogy innentől kezdve egyszerűen csak az van, hogy a keresőmentő alakulatok különböző helyein az országnak várják ezt a kabint. Ahogy jött az üzenet, hogy Komarov sikeresen végrehajtotta a fékező manővert, Kamanyin és más légierő tisztek egy Iljusin 18-as gépre pattantak, és elindultak a tervezett leszállóhelyre, ami Orsktól 67 kilométerre keletre volt. Ez egy tartalék leszállóhely volt a küldetéshez, jóval nyugatabbra a névleges leszállóhelyektől, és a balisztikusok számításai azt mutatták, hogy Komarov reggel 6 óra 24 perckor földet fog érni. Ugye egyébként, hogy hol van ez a hely, az orenburgi tartomány második legnagyobb városa, Orszk, ami lényegében a Szovjetunió masszív belterületén jelen pillanatban a kazah-orosz határ mellett közvetlenül az orosz oldalon van. Gyakorlatilag az Urál-hegységnek a déli végénél. Tyuratamban közben a felbocsátás helyén az Állami Bizottság tagjait egy hatalmas szerelőépület irodarészének a második emeletén csődítették össze. Az újságírók ki voltak zárva az eseményről, viszont Alexej Leonov közvetített az újságírók felé, és tájékoztatta őket az eseményekről valamilyen szinten. A helyszínen nagyon magas rangú vezetők voltak, úgy mint Mishin, a gyár vezetője is Kerimov, Szovjet Tudományos Akadémia elnöke Keldis, a gépipari miniszter Szergej Afanászjev és a légierő első parancsnok helyettese Szergej Rudenko. Ők voltak azok az állami bizottságnak a tagjai, akik konkrétan ezt a repülést az állam részéről felügyelték, mint legmagasabb felügyelő szerv. Ahogy a földi irányítás megállapította a leszállás helyét, az orenburgi tartalékos kutatómentő csapatot is riasztották, ők Orsztól 250 kilométerre északnyugatra állomásoztak. Szerencséjükre egy nagyon csodálatos napos reggel volt, a láthatóság kiváló volt. A kutató-mentő csapat egyik tagja, Josif Davidov, így emlékezett vissza ezekre az eseményekre. Az Antonov 12-es keresőgép parancsnoka rádióban jelentette, hogy látja a Soyuz 1-et a levegőben. Mindannyian a helikopter ablakaihoz tódultunk, de nem láttuk a leszálló egységet a levegőben ereszkedni. Akkor a pilóta hirtelen merülésbe kezdett, aztán a helikopter élesen jobbra fordult, és a csapatból többen látták lent egy zöld réten. Az oldalán feküdt, és az ejtőernyő közvetlenül mellette volt. Aztán egyszer csak a leszállás fékező rakétái begyújtottak, és ettől tűz ütött ki. Az megrémítette a specialistákat a helikopteren, mivel hogy ezek a hajtóművek közvetlenül a földetérés pillanata előtt kellett volna, hogy működésbe lépjenek. Épp hogy a föld fölött. Ugye a múltkori adásban beszéltünk ezekről a hajtóművekről, ugye, amiknek tényleg az a közvetlen feladatuk, hogy begyulladjanak, tompítva a leszállás. De hát ugye azt is jelenti, hogy a Soyuz kabin a legutolsó pillanatig úgy jön le, hogy tulajdonképpen az alja tele van tömve robbanóanyaggal. A kereső mentőcsapat érdekes módon nyitott csatornán, tehát nem kódolt csatornán beszélt a Jevpatoriai krími irányítóközponttal, illetve Tyuratammal és Moszkvával is. És hát mivel hogy ez egy nyílt csatorna volt, ezért ennek megfelelő virágnyelven kellett kommunikálni, tehát nem lehetett olyat mondani, hogy óriási robbanást láttam, tehát ilyenek nem szerepelhettek. Ennek fényében értelmezendő, amit most hallani fogunk, mert hogy amikor a mentőcsapat látta, hogy a kabin körül tűz üt ki, akkor az egyik pilóta ezt mondta, látom az objektumot, a kozmonauta sürgős orvosi segítségre szorul. Ezek után, mivel még egyszer ez egy nyílt rádióvonal, mit tehettek?
elvágták a rádióvonalat, hírzárlatot rendeltek el, még ezek felé, a létfontosságú emberek felé is, tehát például a Kerimov, meg az Afanaszjev, meg ezek az emberek, akik ott ültek Bajkonurban, vagyis Tyuratamban, ők sem tudták innentől kezdve, hogy most mi történik. Még Usztyinov sem, a védelmi miniszter sem tudta, hogy mi van, természetesen még Gagarin sem, akiről ugye megbeszéltük, hogy Komarov tartaléka volt a repülésen, és ott is volt mindvégig a, valószínűleg a Jevpatoriai irányító központban. Az első helikopter, aki a helyszínre ért, 70-100 méterre landolt a kabintól, amelyet ekkor a sűrű fekete füst vett körül, a tűz a jármű belsejében még mindig nagyon intenzív volt. A hajó alja a leszállást fékező hajtóművekkel együtt teljesen keresztül égett. A helyszíni beszámolók azt állították, hogy több sugárban olvadt fém csorgott a földre. A mentőcsapat habbaloltóval próbálta eloltani ezt a tüzet, majd pedig úgy döntöttek, hogy földet fognak ráhordani, azzal próbálják azt megfékezni. Davidov megjegyezte, hogy miközben a tüzet oltották, az űrhajó teljesen roncsává, teljesen szétment, úgy nézett ki a helyszín, mint egy kisebb földhalom, aminek a teteje alatt ott volt az űrhajó felső zsiripajtaja. Most mindeközben Kamanyin, aki közben megérkezett, ugye az űrhajós csoport vezetője, vagy az űrhajósok felkészítésért felelős magasrangú vezető, tábornok egyébként, és a Szovjetunió hőse rendnek az egyik első kitüntetettje. Szóval ő mindeközben megérkezett a legközelebbi nagy katonai repülőtérre, az Orszkira, ott landolt a külön gépével, körülbelül 2 órával a Szojuz 1 landolása után, mert addig még ő se tudta, hogy mi van. És amikor kiszállt a gépből, fent tűnt neki, hogy a reptéren nincsen semmi mozgás. És hát ugye ettől úgy írja a naplójában, Kamanyin, hogy riadság kezdett a szívembe kúszni, mert hogy ugye elég furcsa, hogy egy ilyen katonai reptéren mindig nagy nyüzsgés van, és egyszerűen nincs ott semmi. De viszont ezt mondták neki ennek ellenére, hogy Komarov megsebesült, de életben van. Egy kicsit úgy tűnik, mint hogyha senki nem merte volna vállalni a felelősséget azért, hogy egy magasrangú embernek ők mondják meg a rossz hírt. Ugye tipikusan ez is, hogy amikor azt mondták, hogy az űrhajós súlyos orvosi segítségre szorul, majd elvágták a rádióvonalat, az is ugyanezt, tehát egyszerűen nem volt bent a mentális térképükön ez a lehetőség, hogy az űrhajós meghalhat. Kamanyinnak sem, szerintem nem merték megmondani, olyat mondtak neki, hogy kórházba szállították Komarovot 20 kilométerre a leszállóhelytől. Persze Kamanyin úgy döntött, hogy azonnal a helikopterbe pattan, és a leszállás helyére megy. Akkora összevisszaság volt, zavar volt, hogy tényleg senki nem készült egy ilyen szituációra, hogy a szegény Kamanyinnak a pilótája, aki helikopterben oda kellett volna, hogy vigye a leszálló helyre, teljesen eltévedt, és egy 25-30 perces repülőút helyett egy másfél órás úttal sikerült csak Kamanyint odavinni a leszállóhelyre, és amikor Kamanyin odaért a leszállóhelyre, 2 óra plusz másfél órával, legalább a landolás után, a Szojuz 1 leszállóegysége még mindig égett. Ennek ellenére a kozmonautának pedig nyoma sem volt. Megjelentek a helyi lakosok, a roncsok körül, akik elmondták, hogy a hajó nagy sebességgel zuhant a föld felé, az ejtőernyő pedig forgott és nem telt meg levegővel. Megerősítették a keresőmentő csapatnak azt az észlelését, hogy a landolás pillanatában több robbanás is volt, majd tűz ütött ki. Kamanyin, tapasztalt légierőpilóta, egyébként részt vett Budapest elfoglalásában és Bécs elfoglalásában is a II. Világháborúban, úgyhogy valószínűleg nem egy, nem kettő emberét vesztette el. Kiérve a helyszínre, ő pillantásra meggyőződött arról, hogy Komarov életét vesztette, meghalt, és hát még mindig a roncsok között van. Parancsot adott a törmelékeknek az eltávolítására, hogy hozzáférhessenek Komarovnak a holttestéhez. Közben egy embert helikopterrel, egy ember pedig autóval elküldött abba a kórházba, amiről azt állították, hogy ott van Komarov, hogy meggyőződhessen a kórházas történet igazságáról. 1 órán keresztül ásták ki abból a földkupacból az űrhajót, amit odahordtak, hogy megfékezzék a tüzet, mire eljutottak a közepéig. Az orvosok a végső maradék föld eltávolítása után a felső zsiripajtót, majd különböző műszereket és felszereléseket távolítottak el a Szojuz űrhajó kiégett roncsai közül, míg végül reggel 9 óra 30 körül megtalálták Komarovot. Komarov a középső ülésben feküdt, ahova mondta is, hogy beszíjazta magát. Az orvosok eltávolították a földet és a sisak fülhallgatóját a fejéről.
Úgy tűnik, hogy Komarov az ütközés során az életét vesztette, és a mindent elemésztő tűz pedig a testét úgy megégette, hogy Kamanyin szerint egy 30x80 centis szenes göröngy maradt csak belőle. Kamanyin ezek után elindult vissza Orszkba, felhívta Usztinovot és röviden jelentette, hogy mi történt, mit látott a helyszínen. Komarov maradványait pedig kiemelték a roncsok közül és Orszkba szállították. 3 órával később az állami bizottság tagjai Keldis, Rudenko és Tyulin a helyszínre érkeztek. Nem sokkal később Gagarin is odaért Jevpatoriából, kora délután pedig Kerimov, Keldis, Misin, valamint Fyodor Takacsev, az ejtőernyők szakértője és Guy Severin, az űrruhák szakértője a becsapódás helyéhez ért KGB ügynökök felvezetésében. Hamarosan szenior mérnökök és a Soyuz fejlesztésében résztvevő specialisták is érkeztek a helyszínre, és elkezdték összeszedni és katalogizálni az egész leszállóhely környékén talált maradványokat. Sergej Anohin berepülőpilóta és űrhajós azt mondta később Boris Csertoknak, akinek a naplója szintén egy nagyon fontos forrásunk, hogy nem tudom megmondani, hány kiégett repülőgépet láttam a háborúban, de össze se lehetett hasonlítani azzal, amit ott láttunk. Április 24-én nagyjából ez időtájt egy 3 csillagos tábornok érkezett Komarovnénak a háza elé, és Komarov felesége csak ennyit kérdezett tőle, hogy biztos benne, mire a tábornok? Igen. Teljesen bizonyos. Április 25-én hajnali 1 órakor Komarov maradványai repülővel Moszkvába értek. A repülőn díszkíséretként vele utaztak azok az űrhajósok, akikkel együtt készült a repülésre. A repülőtéren találkoztak Komarov özvegyével. Korábban a Vörös Hadsereg főparancsnoka Konstantin Versinyi marsal felhívta még Kamanyint, és megkérdezte, hogy lehetne egy nyitott koporsós temetést rendezni, mire Kamanyin azt jelentette, hogy az nem volna lehetséges, az egyetlen közvetlen megoldás a hamvasztás volna. Versinyin azonban ragaszkodott hozzá, hogy a maradványokat legalább lefotózzák, mielőtt elhamvasztják. Ezért a Moszkvába való érkezés után kora reggeli órákban Komarov maradványait a Burdenko kórház hullaházába vitték, ahová megérkezett Versinyin marsal. A koporsót felnyitották, és ahogy Kamanyin visszaemlékezett, a fehér bársonyon ott feküdt, ami még nem olyan régen a Komarov kozmonauta volt. Gagarin, Leonov, Bikovszki, Popovics és más űrhajósok odaléptek a koporsóhoz, és rendkívül bánatosan szemlélték barátuk maradványait. Lehetséges, hogy ekkor készült az a hírhedt felvétel, ami az interneten kering erről. Gyors orvosi vizsgálatot követően a maradványokat elhamvasztották, és 10 órára már a Vörös Hadsereg egyik legpatinásabb, klasszicista kulturális örökségnek számító művelődési házában volt kiállítva az urna, ahol dél és este 10 között tömegsorokban özönlöttek a népek, hogy az utolsó tiszteletüket megadják Komarovnak. Másnap pedig a kommunista párt és a kormány teljes katonai tisztelet adással járó állami temetéssel Komarovot a Kreml falába temette. Hát ez nagyon kemény. Szerintem. Igen. Tehát ez visszaolvasva és visszanézve ezt az egész, hogy készültünk az adásra, olvasgattuk a dolgokat, tehát ez így is rettenetesen megrázó az egész történet. Főleg, hogy lépésről lépésre végigmentünk az egészen. De persze nyilván az is nagyon megrázó volt, amikor hát 2003-ban már átéltük azt, hogy a Columbia űrrepülőgép szétszakadt, és 7 űrhajós az életét vesztette, de ott ez még egy külön dolog lehetett még ugye pluszba, hogy tényleg nem volt még korábban ilyen. Tegyük hozzá, hogy úgy tűnik az Apollo meg a Soyuz oldaláról is, hogy ezek ilyen, hát ilyen elkerülhetetlen gyerekbetegségek voltak, amiknek köszönhetően ma lényegesen biztonságosabb az űrhajózás. Igen, tehát hogy az tényleg nagyon érdekes sorsnak egy nagyon érdekes és szerintem is szükségszerű fordulata, hogy ez volt az első olyan űrhajó, mind az amerikai, mind az orosz oldalról, ez a 2 holdűrhajó, az Apollo, illetve a Soyuz, ami nagyon komplex űrhajó volt, 3 emberes űrhajó volt, holdutazás felé irányult, hosszú távú repülés felé irányult, jóval komplexebb, jóval bonyolultabb eszközök voltak ezek, mint a korábbi űrhajók. Ténylegesen szinte elkerülhetetlen volt valami olyan komoly baleset, ami nagyon-nagyon nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy ténylegesen végre tudják velük hajtani azokat a küldetéseket, amiket terveztek. És hát ugye mind máig használják a Soyuz űrhajót, mármint későbbi továbbfejlesztett változatait nyilván, és hát egyértelműen a legbiztonságosabb és megkerülhetetlen igáslova például az űrprogramnak. Ugye volt olyan időszak, amikor az amerikaiaknak nem jártak az űrrepülőgépei, például az emlegetett Columbia tragédiája után, vagy amikor már nyugdíjba mentek az űrsiklók, és akkor lényegében az nemzetközi űrállomást
ellátására csak Szojuz űrhajókat biztosították, és hát ez nagyban köszönhető annak, hogy ezeket a korai gyerekbetegségeket azóta sikerült kipiszkálni a történetből. Na de nézzük meg, hogy történt mindez. Tehát, hogy megtörtént ez a tragédia, és akkor beszéljünk arról, hogy miért történt meg, és hogy mi következett utána. Ez először is azt le kell szögezni, hogy a Szojuz egyejtő ernyőrendszere szerintem egy alaposan megtervezett, alaposan átgondolt és alaposan kitesztelt rendszer volt. A második világháborús, illetve az utána következő időszaknak a teherdeszant, illetve a korábbi Vostok, illetve Voszhod repülésnek a tapasztalatainak a felhasználásával készült ez a rendszer. És hát ez egy rendkívül szofisztikált rendszer volt, egy rendkívül bonyolult koreográfia szerint működött. Valójában ez az ejtőernyő ez nem is egy ejtőernyő volt, hanem egy ejtőernyő rendszer. Az ejtőernyő rendszer két hatalmas tartályban foglalt helyet, a fő ejtőernyő rendszer tartályában és a tartalék ejtőernyő rendszer tartályában. A fő ejtőernyő rendszer összesen 6 különböző méretű ejtőernyőből, ejtőernyő kupolából áll, valamint zsinórzat, leválasztó mechanizmusok és egyéb szerelékelemek. Ezeknek a segítségével az űrhajó fékezését a sűrű légrétegekben való ereszkedés közben közel hangsebességről a kényelmes 6 méter per szekundumos földetérési sebességre tudták lassítani, méghozzá fokozatosan az űrhajók túlzott túlterhelése nélkül. A lényeges ernyők a következők: van egy 10 négyzetméteres két kupolás kihúzó ernyő, egy 14 négyzetméteres fékező ernyő, majd egy 1000 négyzetméteres főejtő ernyő, amelyek egymás után nyílva szünetekkel egy rendkívül átgondolt és szofisztikált koreográfia szerint működtek. Na most nagyon apró dolognak tűnik, viszont a baleset szempontjából hatalmas jelentőségű, hogy mind a fő ejtőernyőhöz, mind a kihúzó ernyőhöz tartozik egy-egy, körülbelül egy négyzetméteres, pici segédernyő, és ugye így jön ki összesen a 6 kupola. A 10 négyzetméteres, két kupolás kihúzó ernyőhöz tartozott egy négyzetméteres segéd kihúzó ernyő, és ennek zsinórzata, valamint ennek a bekötő tagja a baleset legdöntőbb elemei. Minden, amiről eddig beszéltem, valamint ennek a bekötő tagja a baleset legdöntőbb elemei. Minden, amiről eddig beszéltem, az a főejtőernyő rendszer volt, és emellett a másik ilyen hatalmas tartály van. A főejtőernyő rendszer meghibásodása esetére volt egy tartalékejtőernyő rendszer is, ami alacsonyabb magasságon nyílt, lassabb sebességről, így valamivel kevesebb kupolából áll, de nagyon hasonló vagy teljesen megegyező elemekből épült fel. A tartalékejtőernyő rendszernek a fő kupolájának a felülete valamivel kisebb volt, és ez megegyezett egyébként a Vostok-Voszhod repüléseknél használt ejtőernyő méretével. Mielőtt ezek az ejtőernyő rendszerek repültek, több tucat stratoszférikus nyitási teszt előzte meg, ahol a repülőgépről dobták le a kapszulának a tömeghelyes, majd tömeg és alakhelyes makettjét. Az, hogy ezek a tesztek mennyire közel kerültek végül a repüléshez, mennyire hűek lettek a későbbi repüléshez, azt mutatja, hogy van erről leírás, hogy ezek során a tesztek során ereszkezés közben többször tapasztalták, hogy a maradék hidrogénperoxid, amelyet ekkor eresztenek ki a repülés során, az ejtőernyő zsinórzatának megégését, ezzel pedig komoly károsodását, gyengülését okozzák. Tehát ez azt mutatja, hogy olyan kapszulával hajtották végre ezeket a teszteket, amikben még ez a hidrogénperoxidos rendszer is rendelkezésre állt, valószínűleg egy teljesen működő, akár repülésre is használható kapszuláról beszélünk. 1967. április 27-én Usztyinov hadügyminiszter bizottságot alakított a baleset kivizsgálására 7 albizottsággal. A leszállást vizsgáló albizottságot Viktor Utkin vezette, és a bizottságban benne volt Misin és Busuje, valamint Gagarin és Bikovszki. Az Utkin-féle albizottság június 20-ára már be is fejezte a munkáját, amiben néhány kísérlet is benne volt, és megalapították, hogy a földetérést követően a fő ejtőernyőrendszer konténer fedele az ledobódott, tehát megkezdődött az automatikus ejtőernyőnyitási folyamat. Ugyanakkor a kihúzó ejtőernyő 10 négyzetméteres két kupolás tagja hiányzott, nem volt meg a helyszínen, viszont az 1 négyzetméteres segédejtőernyő a konténeren kívül volt megtalálható, a csatoló tagjára rögzítve a földön hevert, és hurkaszerűen rá volt tekeredve a tartalék ejtőernyő rendszernek főernyője. Tehát
A fő ejtőernyőrendszerből csak a kihúzó fokozatig jutottunk. A második fékezőernyő és a harmadik fő ejtőernyő fokozat az beragadt a konténerbe, és a kihúzó fokozatnak pedig nem minden tagját tudták leválasztani. A segédejtőernyőrendszer, tehát a tartalékejtőernyőrendszernek az előzetes fokozatai, az első meg a második fokozat, azok sikeresen kijöttek a konténerből, és le is oldottak, tehát el is tűntek. Viszont a legnagyobb kupola az rátekeredett. A kapszulán fennmaradt egy darab, egy négyzetméteres segédkihúzóernyő által valamennyire kifeszített bekötőtagra. Tehát így a tartalékernyőrendszer főernyője nem tudott belobbanni, és lényeges fékezés nem valósult meg. A fő ernyőrendszer beragadásának az okára többféle különböző magyarázatot kapunk a történelmi forrásokban. A bizottságnak a hivatalos álláspontja szerint az ejtőernyő nyitásakor az ejtőernyő tartály a hirtelen nyomásváltozások következtében kismértékben rugalmasan behorpadt, így az összecsomagolt főernyőt még jobban összeszorította, és az nem tudott kijönni. Felmerül a kérdés, hogy a korábbi repülések és tesztek során miért nem jött elő ez a hiba. Az első startnál, a Szojuz űrhajó első startjánál, ugye a Kozmosz 133-nál felrobbant a hajó, tehát nem került sor az ejtőernyő nyitására. A második az indítóálláson robbant fel, tehát ott sem került sor erre. A harmadiknál pedig a hőpajzs átégése miatt nyitáskor a nagy nyomás különbség nem lépett fel, mert mivel a hőpajzs átégett, azért a kabin is dehermetizálódott, és a dehermetizálódás miatt ez az összehorpadás nem lépett fel. Tudjuk azt azonban, hogy számos földi, nagy magasságból ledobott teszt is volt. Hát ott miért nem jött elő? A hivatalos bizottság álláspontja az volt, hogy ez puszta szansz, vagyis ez egy valószínűségi, statisztikai okokból eredeztethető probléma, hogy nem jött elő a hiba annyi teszt során, amennyit addig végeztek. Itt érdemes megjegyezni, hogy 68. augusztus 3-ára már több mint 200 ejtőernyőnyitási tesztet hajtottak végre, és még ekkor is jött elő olyan meghibásodás, amit összesen kétszer tapasztaltak ez alatt, hogy az ejtőernyő konténer fedele nem vált le. Na most ennek ellenére, vagy emellett inkább, Michin éveken keresztül hangoztatta, hogy az ejtőernyő gondatlanul volt csomagolva. És bár a bizottság újra játszotta, hogy csomagolták el az ernyőket, ő ezt állította. Na most a bizottság hivatalos zárójelentést követő hónapokban a mérnökök körében egy olyan nem hivatalos magyarázat terjengett, miszerint a Szojuz gyártását végző technikusok súlyos mulasztásának következtében történt ez a baleset. Boris Csertok véleménye szerint, amikor az űrkabin gyártásakor a hővédő bevonatot helyezték föl, ennek volt egy kemencében történő kisütési lépése is, és akkor gondatlanul az ejtőernyő tartályok nem voltak lefedve, mivel a tartályfedelek addigra még nem készültek el, így nem helyezték föl azokat, és így a bevonáshoz használt műgyanta részben elszennyezhette ezeket az ejtőernyő tartályokat, a belsejüket, így egyenetlen, érdes, ragacsos falfelületet hozott létre. Ezt a szabályos, jóváhagyott eljárástól való eltérést Szojuz 1 és 2 példányainak gyártásaik bezárólag követték el. Na most akár a hivatalos álláspont, akár a nem hivatalos álláspont az igaz. Az igazán hátborzongató ebben az, hogy ez egyben azt is jelenti, hogy lehet, hogy jó is, hogy a Szojuz 2 nem startolt el, mert ha elstartol, akkor lehet, hogy most nem csak Komarov és a Szojuz 1 tragédiájáról beszélünk, hanem egy kettős tragédiáról, amiben Komarov mellett a Szojuz 2 legénysége, Bikovszki, Jeliszeje és Prunov is az életét veszti. Szóval valamilyen értelemben ugye mondtuk előző adásban, hogy ők, mármint Bikovszki, Jeliszeje és Prunov vannak idején morgolódtak, hogy nem vállalja be a kockázatot a vezetés, hogy ők elinduljanak az űrbe a második napon, de most tényleg úgy tűnik, hogy igazából ezzel megmentették az életüket azok, akik meghozták ezt a nyilvánvalóan helyes döntést. Vannak olyanok is természetesen, akik persze nem hiszik el ezeket a magyarázatokat. Sem a horpadást, sem a gondatlan csomagolást, sem ezt a Csertok által emlegetett szennyezést. Itt a Korzsenyevszkijnek, Edward Korzsenyevszkijnek a nevét emlegetni, aki később azt mondta Boris Csertoknak, hogy az ejtőernyő olyan erővel volt betuszkolva ebbe a konténerbe, hogy önmagában semmilyen plusz ilyen dologra nem volt szükség ahhoz, hogy az beragadjon. Tehát önmagában tulajdonképpen
nem tudott volna szerinte rendesen kinyílni ez az ernyő. Én is találkoztam más forrásban is ezzel a magyarázattal, hogy talán túl szűkre volt szabva a konténer eleve, de hát igazából a bizottság ugye ezt nem mondta ki. Tehát ez nem szerepel a hivatalos jelentésben. Ami viszont tagadhatatlan tény, hogy utólag sikerült igazolni viszonylag hamar szélcsatorna és ejtési tesztekkel is, hogy előírásszerű csomagolást követően is a fékezőernyő rendszeresen elégtelen húzóerőt tudott csak produkálni, tehát a főernyőt nem tudta kihúzni, egy. Kettő pedig, ha ki tudta is, a segéd ejtőernyőrendszernek a főernyője pedig rendszeresen belegabajodott a főernyőbe. És ezt Szaniszló Zsolt, a magyar szerző emelte ki a saját cikkében, hogy itt elkövettek egy valóban egy nagyon komoly tervezési hibát, mivel általános tervezési szempont, hogy az ejtőernyőrendszernek, ugye mondtuk, hogy ez több ejtőernyő kupolából áll, amik fokozatszerűen következnek egymás után, minden egyes tagját el kell látni külön leoldó szerkezettel, hogyha ennek az ejtőernyőrendszernek bármelyik tagja elakad, vagy beszorul, mielőtt a tartalék ejtőernyőrendszert nyitjuk, akkor ezeket a tagokat el lehessen távolítani, hogy ne gabajodjon a két ejtőernyőrendszer össze. Na most a Szojuznak a tervezői ezt a leválasztási lehetőséget csak a legnagyobb, legutolsó ernyőre biztosították, az előtte lévőkre nem mindegyikre, és április 24-én végső soron ez bosszulta meg magát. Tehát az történt, hogy a kihúzó ernyő kinyílt az elsődleges rendszerből, igen, de beszorult a főernyő, igen, és utána kinyílt akkor a tartalékernyő, igen, és az abból kijövő főernyő a tartalékrendszerben rácsavarodott a másik konténerből kilifegő nyitóernyőre, a kettő összecsavarodott, és nem tudott rendesen megtenni levegővel az ejtőernyő, és a többi már történelem. Tehát Szaniszló Zsolt meglátása alig, hanem helyes. Érdekes egyébként, hogy egy ekkora tervezési baklövést ejtettek, ez megint csak talán a sietséggel hozható összefüggésbe. Űrverseny, meg minden. És ráadásul ez azért nehéz dolog is, mert ezt én magam is tudom tervezőként, hogy az embernek mindig mérlegelnie kell a kockázatokat, és a kockázatok mérlegelése után döntenie kell arról, hogy egy adott vélt, vagy valószínűleg bekövetkező problémával foglalkozik-e, azzal kapcsolatban tesz-e extra rendszerelemeket be az űreszközbe, vagy áttervezéssel, vagy teszteléssel, vagy bármilyen módon foglalkozik-e vele, vagy pedig azt mondja, hogy ezt a kockázatot vállaljuk. Valamit vállalni kell. Ugye véges idő, véges pénz. Hajjaj. Na most hogyan változtatták meg a dolgokat? Ugye hozzá kellett mindenképpen nyúlni az űrhajónak a terveihez, mert ez így nem volt alkalmas repülésre. A bizottság javaslatainak a hatására megváltoztatták az ejtőernyő konténerek alakját, a hengeres helyett kúpos lesz, megnövelték az űrtartalmát, vastagították a falát, valamint ki is polírozták a falát, hogy jobban csúszson. Továbbá az ejtőernyő hajtogatását és becsomagolását nagyon gondos fényképezett dokumentálásnak vetették alá. Az ejtőernyő rendszernél az egyes tagokra további leválasztó egységeket helyeztek el, valamint kialakították annak a lehetőségét is, hogy a pilóta maga is indíthasson fékezőernyőnyitást. Nagyon érdekes, bár talán egyáltalán nem meglepő, hogy a vizsgálóbizottság munkáját követő hivatalos szakvélemény mellett ennyi ideig ilyen eltérő nem hivatalos vélemények is keringtek erről a balesetről és a kivizsgálásáról. Nyilván ez sok mindent elmond az akkori rendszer berendezkedéséről. Valamint az is, hogy a bizottság hivatalos jelentése csak 1968 őszén jött ki, de a gyáron belül Mishin, az ejtőernyőkért felelős Tkachev, Busujev, Csertok és mások a sikertelen repülést követő második napon már kész listával rendelkeztek arról, hogy miket kell majd átalakítani villámgyorsan, és alig 3 hónapon belül, júliusban, valójában már nem csak, hogy kijavították az összes javítandónak vélt hibát a tervekben, hanem már le is gyártották a következő leszálló egységet, a műszaki egységet is, és az orbitális egység gyártás alatt volt. Azt az űrhajót pedig, ami a Soyuz 2 lett volna, azt visszavitték Gyuratánból, az indítóállásról, Moszkva külvárosába, a gyárba, és azt is átalakították, és emellett még 2 Soyuz űrhajó gyártásába is belefogtak, így iszonyatos bravúrral a következő hónapokban 2 pár Soyuz űrhajó dokkolásának
a végrehajtására is sor került. Emberek nélkül. Emberek nélkül. Hozzá. Igen. 67. október 31-én, illetve november 2-án startolt a Kozmosz 186 és 188. Ez utóbbi volt az átalakított űrhajó, ami végül nem lett a Soyuz 2, és így három űrhajósnak a nyughelye. Eredetileg ezt az új átalakítások próbájának szánták, de némi belsős gerilla munkának köszönhetően csertok részéről. Rápróbáltak az automata dokkolásra is, ráadásul Dél-Amerika fölött, ahol ugye a szovjet földi irányításnak semmi rálátása nem volt, és sikerült. Az automata űrhajók végre tudták hajtani a dokkolást, teljesen önállóan, fizikailag össze is csatlakoztak, de 85 mm hiányzott a teljes elektromos csatlakozáshoz. Az egyik vissza is tért a földre, az ejtőernyő is nyílt egyébként, a másik pedig még mindig nem annyira szuper csillagszenzor hibája miatt túlment a célon leszálláskor, és ezért felrobbantotta magát. Usztinov megmondta a társaságnak még a repülés előtt, hogy ezután kell még egy hibátlan ember nélküli repülés, akármi van. Úgyhogy Komarov balesete után egy évvel, április 14-15-én ismét felszállt egy pár Szojúz, ezúttal a Kozmosz 212 és 213 nevet kapták, és ismét pilóták nélkül tökéletes dokkolást hajtott végre. Ekkor sikerült az orientációs rendszerek jelentős javításait is megcsinálni, és az orientációs rendszerek jelentős javítása után tökéletes vezetett leszállást is, sikló leszállást is végrehajtani. Usztinov már megint előre megmondta, hogy ez még mindig nem elég, és még egy egyedüli űrhajó felbocsátást szeretne látni, mielőtt ismét rámennek a pilótás repülésekre. Erre augusztus 28-án került sor, Kozmosz 238 néven. Egyébként érdekes, hogy közben mekkora ugrások vannak itt a Kozmosz űrhajónak sorszámozásában. Ugye valójában akkoriban az volt, hogy azt hiszem, hogy átlagosan 6 naponta indult egy Kozmosz műhold. Tehát azért igen, volt ott termelés. Tehát ne gondolják azt a hallgatók, hogy ennek mindnek köze volt a Soyuz programhoz. Nem egyáltalán. Nem, kb. Mindent Kozmosznak neveztek fel, amiről nem akarták a világ órára kötni, hogy micsoda. És végül 68. október 25-én és 26-án került sor a tényleges Soyuz 2 és tényleges Soyuz 3 startjára, ahol a Soyuz 2 még mindig automata volt, emberi legénység nélkül, és csupán a Soyuz 3-ban ült egy pilóta, Georgi Beregovoj, aki manuálisan kísérte meg a dokkolást, de sajnos nem sikerült neki, nagyon megszenvedett ő is az orientációs rendszerrel, és annyira elhasználta az orientációs hajtóművek üzemanyagát, hogy épp hogy vissza tudott jönni a maradék hajtóanyaggal. Igen, most Beregovojhoz néhány megjegyzés, hogy ugye az előző adásban emlegettük, hogy a pályamódosítások meg az űrrendezvő az mennyire nem olyan feladat, ami zsigerből jön egy pilótának. Minél idősebb a pilóta, meg minél tapasztaltabb, talán annál nehezebb. Most a Beregovoj volt messze a legtapasztaltabb, ő volt az egyetlen, aki berepülő pilótaként lépett be a szovjet űrhajós csoportba. Mindennek tetejébe a legidősebb is volt a szovjet űrhajósok közül, aki repült akkor tájt. Sőt, egyébként minden olyan ember közül, aki a Földről fölment az űrbe, a Georgi Beregovoj született legelőször. Tehát 1921-ben, néhány hónappal John Glenn előtt, aki ugye a második ilyen ember. Tehát az első földlakó, aki megszületett és fölment az űrbe, az a Beregovoj, de egy rendtentően tapasztalt pilóta volt. Második világháborút végig pilótáskodta, többek közt ő is ugye Kamanyinhoz hasonlóan Magyarországon is ugye tevékenykedett a Vörös Hadsereg pilótájaként, és aztán utána az volt, hogy berepülő pilóta lett. Tehát amerikaiakkal ellentétben a szovjetek nem követelték meg a berepülő pilótaságot, tehát a Gagarinék nem voltak berepülő pilóták, csak katonai pilóták. A Beregovoj volt az első, aki konkrétan berepülő pilóta volt, és mint ilyen, azt mondta, hogy mit nekem ez az égi mechanika, és hát mindennek tetejében megpróbálta kézi vezérléssel a megközelítést, és kudarcot is vallott. Úgyhogy ezek után ugye kritikák is érték, nem is repült többször, de persze, hát ez nem akasztotta meg a karrierjét, ő lett aztán csillagváros parancsnoka, Beregovoj altábornagy. De túlélte a repülést, megközelítette a Soyuz 2-t, azt hiszem 1-200 méterre integetett az ember nélküli űrhajóval, ennél közelebb nem jutottak. De és megjegyzendő, hogy ugyancsak 68 októberében, ugyanekkor, tehát 1-2 héten belül volt az Apollónak is az első emberes repülése, az Apolló 7. Tehát nem csak, hogy nagyjából egyszerre történt a két tragédia, de kb. Mindkét oldalnak, az amerikaiaknak és a szovjeteknek is pont ugyanannyi időre volt szüksége az, hogy újra egy embert ültessenek az űrhajójukba. Na és aztán jött a nagy befejezés, ugye, 1969. januárja. Amikor január 14-én és 15-én végre valahára sikerült végrehajtani azt a repülésprogramot, amit a Soyuz 1 és 2-vel
szerettek volna, a Soyuz 4-5 űrhajókkal. Ez hajtotta végre a dokkolás, űrsétás, átszállás küldetést. Érdekesség, hogy ezen a repülésen Komarov szerepét Vlagyimir Shatalov vette át. A Soyuz 5-ben pedig a három űrhajós Komarovval együtt felkészített Voyunov, Krunov, Jeliszejev. Igen, tehát ugyanaz a két fickó csinálta meg az űrsétát, a Krunov meg a Jeliszejev. Hát aztán a Volinov földetérése sem volt egy egyszerű eset, de hát az már egy másik történet. Ez egy sikeres küldetés volt, de azért a Volinov azért elég hajmeresztő leszállás produkált. Szerencsére erről már volt egy korábbi Szokol ébresztő, amikor évfordulós volt a történet, tehát 2019. januári egyik Szokol ébresztőhöz, hogyha visszatekernek az archívumban a lelkes hallgatóink, akkor meghallgathatják Boris Volinov majdnem tragédiáját a Soyuz 5-tel, de hát ennek a történetnek tulajdonképpen most a végére értünk, folytatni fogjuk még, nem ezzel a történettel, de más ilyen űrszerencsétlenségek kitárgyalásával ezt a sorozatot, de most én megköszönöm Várhegyi Zsoltnak a remek beszélgetést. Én is köszönöm szépen, és elköszönök a hallgatóktól, sziasztok! Jó reggelt kívánok élőben is, hiszen én, vagyis MZ/X itt vagyok a stúdióban, tehát felvételről lement ez a remek beszélgetés Várhegyi Zsolttal, a Vlagyimir Komarov űrbeli tragédiájáról, ami valóban az első olyan tragédia volt, amikor űrrepülés közben emberek vesztették életüket. Ez egy hosszú beszélgetés volt, ugye két héttel ezelőtti adásban ment az első része, most ment a második része ennek a beszélgetésnek, de most itt véget ért, viszont az adásidőből még van egy jó 10 perc, ez lehetőséget ad arra például, hogy telefonhívásokat is tudjak fogadni a 215-37-73-as telefonszámon budapesti előhívószám után, illetve hát még arra is lehetőséget ad ez a két maradék 10 percecske, hogy még legalább röviden megemlítsük azt, hogy mi minden várható a következő adásig az űrkutatás, űrtevékenység világában, mert hát azért lesznek dolgok, még pedig nagyon fontos dolgok, nem más, mint az Artemis 1 repülés startja, az, ami itt most elsősorban foglalkoztat itt talán mindenkit, aki valamennyire beleártja magát a napjaink űrtevékenységébe. Ugye ez az amerikai emberes hold programnak a első ember nélküli tesztrepülése lesz, ami jelen állás szerint egy hét múlva, vagyis augusztus 29-én kezdődhet meg a floridai Kennedy űrközpontból, ahol már ott áll a 39B jelű indítóálláson az óriási SLS Space Launch System nevű rakéta, amiről már hát hosszan és részletesen beszélgettünk, például Werner Norbival szenteltünk neki egy adást így tavaly valamikor, és hát tulajdonképpen ez hát hogy is mondjam csak, ez az valaha kb. Nem véletlenül hívták a Space Junkie srácok például ezt viccből, az SLS-t, ami valójában a Space Launch System rövidítése, nem véletlenül mondták rá azt, hogy sose lesz semmi, mert hát tényleg olyan hosszú halasztások vannak, ami talán a mi életünkből leginkább a 4-es metrónak a kálváriájához hasonlíthat, de hát ez még sokkal durvább dolog, ez az űrkutatás területén belül, tehát tulajdonképpen már voltak olyan tervek, hogy ennek a dolognak már 10 éve repülnie kéne, de hát persze halasztás követett, ami persze nem meglepő egy ilyen komplex repülő szerkezetnél, ami valóban a Saturn 5 óta a legnagyobb rakéta, amit amerikai földön építettek, és hát a világ egyik legnagyobb hordozórakétája valaha, és hát ez bizony az Orion nevű űrhajót fogja elküldeni egy hold körüli repülésre. Még egyszer, ez a repülés a tervek szerint augusztus 29-én indul, az pont egy olyan hétfő, amikor nincs szokolébresztő, de mindenképpen érdemes figyelni. Most erre tudom már is ajánlani, hogy a Space Junkies srácok fogják közvetíteni a startot élőben. Még az is lehet, hogy ott én is felbukkanok, ez még egyelőre szervezés alatt áll. Szóval mindenképp érdemes lesz követni, de még egyszer hangsúlyozom, hogy hát ismerve valamennyire a NASA-t, azért szinte biztos, hogy befigyel valamennyi halasztás. Most ugyancsak ehhez tartozik, hogy ugye ez a reményeink szerint jövő hétfőn útnak induló tesztrepülés, nagyon rizikos egyébként, mert tényleg még egyszer egy teljesen új rakéta és egy teljesen új űrhajórendszer első próbájáról van szó, tehát akár még egy tűzijáték is befigyelhet, de reméljük nem, tehát reméljük nem robban fel a rakéta, de még egyszer ez egy
első repülés, nem véletlen, hogy nincsenek rajta emberek. Viszont ha minden a tervek szerint halad, akkor 2 év múlva a második repülésen az Artemis 2-n már emberek utaznak. Egyelőre majd csak a Holdat fogják kerülgetni. Viszont a harmadik repülésen pedig már bekövetkezhet majd az Artemis 3 küldetésen a Holdra szállás, a következő Holdra szállás, melynek keretében ugye a következő emberek, és az első, és több köztük az első nő eljut a Holdra, ugye ez egy ilyen fontos cél egyébként, hogy most végre ne ilyen fehér angolszász protestáns férfiak mászkáljanak csak a Holdon, mint azt 50 éve megszokhattuk, hanem bizony legyen ott mindenféle. És nem is csak amerikaiak, hiszen ugye ebben az űrprogramban masszívan részt vesz az Európai űrügynökség, aki konkrétan az Orion űrhajónak az egyik nagyon fontos részét, konkrétan a hajtómű és kiszolgáló egységet adja, illetve részt vesznek benne társultakként a japánok és a kanadaiak is, és hát egyre többen bevonódnak, tehát itt egy igazi nemzetközi programról van szó, ezt is hangsúlyozzuk. Tehát majd a harmadik repülésen néhány év múlva, még egyszer, akkor ha minden a tervek szerint halad, például ez a jövő hétre időzített tesztrepülés, akkor eljuthatnak emberek a Holdra, és ehhez kapcsolód újra, és akkor ehhez kapcsolódó hír, hogy néhány nappal ezelőtt a NASA megnevezett 13 olyan leszállási helyet, mindegyik egytől egyig a Hold déli sarkvidékének a közelében van, de úgy, hogy így holdi szélességi és hosszúsági koordináták tekintetében azt lehet mondani, hogy mindegyik a Hold déli pólusát hoz 6 fokon belül van, tehát 6 fok szélességen belül, tehát igen, tehát 84 fokos déli szélesség vagy annál délebben van az összes leszállóhely. Ugye nyilván ennek természetesen az a fő oka, hogy ugye ott vannak olyan kráterek, amiben soha nem süt be a nap, éppen a lapos szögű beesés, meg a mély kráterek miatt. Ott vannak olyan kráterek, amiknek az alján örök sötétség honol, és ugye most már rengeteg űrszondás adat igazolja, és egyébként a Földről végzett radar megfigyelések is, amennyire ezekben a kráterekben néha szerencsésebb esetekben be lehet látni valamennyire radarral. És hát mondom még egyszer, rengeteg űrszondás mérés egyértelműen igazolni látszik azt, hogy ezekben a sötét kráterekben vízjég van, mégpedig nem is kevés. Hogy kerül oda? Hát üstökösökből kerül oda, mint ahogy egyébként valószínűleg talán a Földre is úgy került a víz, ugye hálás vita téma, hogy honnan jött a Földre a víz. Hát a nagy kozmikus piszkos hólabdák, azok az üstökös magok, és hát az üstökösök ugye beszoktak csapódni bolygókba, például ami már az én életemben volt olyan, hogy a Jupiterbe becsapódott egy üstökös, meg rengetegszer láttunk olyat, ilyen Soho űrszondás felvételeken, hogy a napba becsapódtak üstökösök, és bizony, persze, a naprendszer hajnalán ezek még sokkal gyakoribb események voltak, tehát nem véletlen, hogy a Hold is tele van kráterekkel, de persze becsapódik a jégből álló üstökös mondjuk a Holdra, de persze ott aztán, amikor odasüt a napocska, akkor 150 fok van, természetesen elpárolog az egész, kivéve azokat a helyeket, ahol soha nem süt a nap. Na így, ilyen hideg csapdák vannak az északi és a déli sarkvidék közelében, és éppen ezeket fogja megcélozni majd az Artemis 3 küldetés, nyilvánvalóan azért is, hogy majd esetleg az hasznos lehet ahhoz, hogy bizony ottan feltárjanak feltárjuk a környezetet azzal a céllal, hogy ott majd legyen egyszer bázis. És még egyszer, ugye a víz az nem csak innivaló, hanem a hidrogén-oxigénes rakéta üzemanyag durranó gáz elegy előállításához tökéletes forrás, ami persze lehetővé teszi, hogy úgymond tovább utazáshoz üzemanyagot gyártson az ember magának a Holdon. Például a Mars felé, vagy még távolabbi célpontok felé. Szóval igen, nagy tervek vannak, ez biztos. Na most mindez persze nagyban függ attól, hogy egy hét múlva mi fog történni az SLS-szel. Természetesen tudjuk, hogy rengeteg halasztás volt, ahogy már mondtam, és rengeteg probléma is volt egészen a közelmúltban is. Úgyhogy egyáltalán nem lefutott az ügy, ezért aztán van izgulnivaló, mert hogyha viszont baj történik, akkor annak kb. Beláthatatlanok a következményei, hiszen amúgy is annyit támadják ezt a brutálisan túrárazott programot, hogy hát egy kudarc esetén bizony lehet, hogy le lehetne húzni a rolót. Na, de jött egy telefon az utolsó 3 percre, ezt fel is veszem. Jó reggelt, szokolébresztő! Jó reggelt, Fantos Gábor vagyok. Azért telefonálok, hogy először is, hogy megköszönjem ezt a 2 részes műsort, mert nagyon élveztem. A
Az első részt azt véletlen kezdtem el hallgatni egyébként az eleje felé, de aztán ahogy vége lett, rögtön beállítottam az emlékeztetőt a mai napra, úgyhogy alig vártam, hogy végighallgathassam. Nagyon köszönjük. Tényleg nagyon jó műsor, azt mondom. Utána picit olvasgattam, és végig ugye arról volt szó, hogy Komarom milyen nyugodt volt, de talán van egy, hát egy elmélete, vagy híre, vagy talán egy könyvben is szerepel ez, ami ezzel foglalkozott, hogy ha jól olvastam, hogy talán török területen fogtak tőle, igen, a rádió, de igen, ebben nem volt annyira. Igen, igen, ez az, amire utaltunk az adásban, hogy ezek ilyen nyugati újságíróktól eredő valamik, amiket igazából sose sikerült például felvételekkel alátámasztani. Tehát például ez a Pierce Bizony, akinek a nevét emlegettem azon könyv kapcsán, amiben szerepelt az, hogy az űrhajósok levelet írtak magának Brezhnevnek, hogy mondják, hogy hát baj van a Szojusz fejlesztésen. Na ugyan ő, például ő is a megbízhatóbb szerzők közül ő is említi ezt, az amerikai forrást, hogy valóban igen, az a sztori, hogy az tény, hogy a pályája során, a leszállási pálya során az űrhajó átrepül Törökország fölött, ami ugye NATO tagország, és ezért ott voltak ilyen lehallgató állomások. Na most ugye ehhez azt tartozik hozzá, hogy a leszállási, és ugye az állítólagos történet szerint közvetlenül a leszállás előtt lehetett az ő üvöltését, vagy mások szerint szitkozódását hallani. Továbbá ugyanezek a források általában olyasmikről is beszámolnak, hogy még egy-két körrel előtte a feleségével beszélhetett rádión, hogy elbúcsúzzon tőle, sőt, még olyan verzió is van, amiben azt mondják, hogy meg magával Koszigínnel is beszélt, aki ugye a Szovjetunió elnöke, tehát nem a pártfőtitkár, aki Brezhnev volt, a tényleges hatalom birtokosa, hanem a Szovjetunió elnökével, Koszigínnel is beszélt, és hogy állítólag maga Koszigin is sírdogált, és mondta a Komarovnak, hogy nagyon sajnálja, hogy így kell történnie ennek, tehát ezek mind nagyon-nagyon sok helyen megjelentek. Most ezzel az a baj, hogy ez ugye állítólagos CIA-s forrásra hivatkozik, de hát azóta már a CIA nyilvánosságra hozta az 1967-es űrtevékenységgel kapcsolatos dokumentumait többnyire. Tehát nyilván nem mindent, értelemszerűen, de a szovjet űrtevékenységgel kapcsolatos hírszerzési dokumentumok nagy része az már archívumokban, akár az interneten is böngészhető, én is szoktam, és ott erre nincs utalás, és a szovjet forrásokban sincs utalás, továbbá eléggé valószínűtlen, hogy például ez a része, hogy a feleséget bevitték volna, aki Moszkvában lakott a Krímfélszigeten levő irányító központ. De szóval mindenképpen olyasmi, tehát ez minimum, hát a Krímfélszigeten levő irányító központ, de szóval mindenképpen olyasmi, tehát ez minimum, hát enyhén szólva is minimum megkérdőjelezhető a hitelessége, úgyhogy ezért aztán inkább maradtunk annál, ami dokumentumokkal igazolható. És az tényleg azt mutatja, hogy egy nyugodt hangú beszélgetés volt, de igen, tehát ezek valóban ott vannak az interneten, és nagyon elterjedtek, és én is olvastam őket, de nem tudjuk igazolni ezeknek a hitelességét. De inkább hallanék afelé, hogy ezt költötték újságírók. Ahhoz, hogy az ő szitkozódását be lehessen fogni, ahhoz ő neki, tehát adásban kell maradnia. Igen, így van. Tehát ugye rádió csend van az oroszok, vagy hát nem tudom, megszakad a kapcsolat. Hát az meg a másik, oroszok. Igen, hogy ez sem tiszta a sztoriban, mert ők ezt kb. Akkora teszik, amikor az űrhajóval konkrétan nem volt rádió kapcsolat, hiszen éppen plazma vette körül, amin nem jön át a rádió, amikor a légkör sűrű rétegeibe lép a visszatéréskor, és felmelegszik a kabin. De mivel több verzióban létezik ez a dolog, olyat is olvastam már, hogy az is több körrel előtte volt az, hogy az szitkozódott. Mert hát volt miért, tehát azért lássuk be, hogy azért előző adás meghallgatás óta láthatjuk, hogy azért voltak bajok útközben is. Tehát éppen lett volna szitkozódni való, de igen, szóval az, hogy a visszatérés során a végig adásban lett volna, és hogy ezt ráadásul a nyugatiak vették volna, az tényleg kizárható. Igen, igen, ez is egy teljesen jogos észrevétel. Rendben, köszönöm szépen, én is, és ilyen, mindeközben
túl is léptük az adásidőnket egy perccel, úgyhogy pánikszerűen menekülök is. Hallgassátok a Parallaxis Univerzum egyéb podcastjait is, és a sokolébresztő.hu, sokolébresztő.hu-n pedig majd csütörtökön, mint mindig, hozzáolvashattok kísérő cikket ehhez az adáshoz is, és két hét múlva jövünk vissza, majd kiderül, hogy mivel, ugye függvényében azoknak az eseményeknek, amikről az előbb beszéltem, de most a Sokolébresztő véget ért. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, jó napot és jó hetet kívánok. Sziasztok! Hamarosan jön a következő rész.